forrnak az indulatok Ukrajnában az új mozgósítási törvény miatt, amely, ha megszavazzák, szinte teljes jogfosztással fenyeget minden olyan ukrán állampolgárt, aki eddig nem jelentkezett a hat kiegészítő parancsnokságokon. A tervezet szerint az érintetteknek letilthatják a bankkártyáját, megvonhatják az útlevelét és a jogosítványát, de az állami ügyintézésből is kizárhatják őket. Férfiakat és nőket is. Közben az országban tovább folytatódnak a fegyveres razziák és az utcai vadászat a 18 és 60 év közötti hadkötelesekre. Ezek a megdöbbentő felvételek fényes nappal készültek Nyugat-Ukrajnában, a Romániával szomszédos Csernovicban. Hat kiegészítők próbálnak meg igazoltatni egy férfit az utcán, aki nem hagyja magát és tovább megy. Az egyenruhás erek kiveszi az autóból a puskáját, majd megüti vele a civilt, akinek így is sikerül elmenekülnie. A megdöbbentő esetet egy helybéli rögzítette az autójából. Ez pedig már szintén egy nyugat-ukrajnai piac, ahol sorozótisztek vesznek körül két hadköteles férfit. A helyszínen azonban komolyabb vita alakul ki, és az eladó nők addig kiabálnak az egyenruhásokkal, míg az egyik férfit sikerült kimenekíteniük a kezeik közül. Közben egyre több vitát vált ki az az új mozgósítási törvénytervezet, amelynek alapján drákói szigorral lépnének fel azokkal szemben, akik megtagadják a mozgósítást. Eddig felmentésre jogosító kategóriák szűnnének meg, sőt ezentúl a mozgás- és látássérülteket is mobilizálnák, a nőknél pedig csak a terhesség jelentene felmentést. Zelenszkij bejelentette, hogy 500 000 főt akar mozgósítani, azt is mondta, hogy ez komoly szám. Bingo, így már érthető, miért mobilizálnák a nőket. Mondják meg nekem, hogy ez a rémálom és borzalom, amit háborúnak hívnak, mikor ér véget. Mikortól nem kell félelemben élnie a fiúknak, a lányoknak és az asszonyoknak. Az az érzésem, hogy az országunk meg akar minket semmisíteni, mint nemzetet. Hogy lehet ezt másképpen megmagyarázni? Fakad ki ez az ukrán nő. Ukrajnában katonakönyv nélkül tilos lesz például ingatlan venni vagy eladni. Továbbá, aki nem véteti magát katonai nyilvántartásba, az nem kaphat majd hitelt, és az állami szolgáltatásokat sem vehet igénybe. Bár Volodymyr Zelenszkij elnöknek többsége van a parlamentben, mégis több kisebb frakció jelezte, hogy nem fogja megszavazni a jogfosztó törvényt. Soha sem szavazunk meg olyan törvényt, ami korlátozza az állampolgárokat alkotmányos jogaikban. Így volt az egyházi törvénnyel, így lesz ez most is. Ráadásul a pénzügyminiszter is azt mondja, hogy ekkora méretű mozgósításra nincs pénz, addig pedig korai bármit is elfogadni, mondta az ellenzéki honatja. Az új törvénytervezetnek Ukrajna szerte hatalmas visszhangja van. A jogszabály szerint még a külföldön tartózkodó ukránok jogait is megvonnák, ha azok nem jelentkeznek szolgálatra. Nem kaphatnának útlevelet és konzuli segítséget sem. Európa nagyvárosaiban emiatt hatalmas sorok alakultak ki az ukrán külképviseletek előtt. A tervezet ellen az emberjogi ombudsman is felemelte szavát. Az én álláspontom az, hogy jogokat nem sérthetünk, azonban a mozgósítás folyamatosságát biztosítanunk kell. De mindez csak törvényesen, ezért már egyeztettem a Védelmi Minisztériummal, mondta az emberi jogi biztos. A jelenlegi törvénytervezet szerint legfeljebb 60 napja lesz az ukránoknak arra, hogy önként felkeressék a toborzó irodákat és katonai nyilvántartásba vetessék magukat. Akik ezt elmulasztják, azokkal szemben szigorú szankciókat alkalmazhatnak. Letilthatják bankkártyáikat, a SIM-kártyáikat és megvonhatják vezetői engedélyüket is. Emiatt az ukrán hatóságok már most ellenőrző pontokat állítanak fel az ország különböző részein, így Kárpátalján is.